Buongiorno, kedves nézőink! Ez itt az Akadémia Itália, az igazi olasz ízek és a tradicionális olasz konyha kedvelőinek új főzőműsora. Én Flóra vagyok, és szeretném bemutatni a séfünket, Alessandrót. Szia, Flóra! Szervusz, Alessandro! Szia! Akivel hétről hétre igazi olasz étel különlegességeket fogunk elkészíteni önöknek. Alessandro nemrég érkezett Olaszországból, úgyhogy még csak kicsit beszél magyarul. Kicsi, de úgy tűnik megérti, amit mondok, úgyhogy oda kell figyelni. Minden alkalommal két olasz ételt fogunk önöknek elkészíteni, mert önökkel együtt én is meg fogok tanulni, hagyományos olasz receptek alapján. A hozzávalókat pedig egyenesen Olaszországból hozom majd el önöknek. Az első két étel alapvető hozzávalója a prosciutto, az a sonka, aminek az elkészítését én magam is megnéztem San Daniele falujában. Nézzük, hogy hogyan is készül a San Danielei sonka, azaz a prosciutto. Arianna egy családja most már a harmadik generációja óta foglalkozik azzal, hogy a sonkákat érlelje, így még mindig a hagyományos technikákat használják, amit a nagypapától örököltek. A San Danielei sonka, ami nagyon különleges Olaszországban, azért nyerte el ezt a híres nevet, hiszen kétféle szellő az, ami érleli. Az egyik, ami a tenger felől érkezik, a másik pedig a hegyek felől. És ettől lesz aztán igazán érett az íz. E anche come unico altro ingrediente il sale marino. Nessun conservante, nessun additivo. De hogy nem elég ez a szél, hanem igenis nagyon jó alapanyagok is kellenek. Olasz alapanyagokból csinálják a sonkát, bekenik sóval, és felakaszgatják őket, ahol utána minden reggel megnyitják az ablakokat, ahol a szellő szépen elkezdi átfújni. Így érlelődik hosszú hónapokon keresztül. Most kipróbáljuk és bekenjük azt a részét a sonkának, amit nem fed bőr. Igazság szerint ez disznózsírból készült, hozzá van keverve egy kis só, bors és liszt. Ezzel fogjuk bekenni, hogy aztán megvédjük az érlelés folyamatában és hónapjaiban a sonkát attól, hogy kiszáradjon. Non ne serve tanto. Nem kell belőle sok. A kezünkkel dolgozzuk el rajta ezt a zsírt. Ne basta poco e vai avanti a stendere. Ezt csak és kizárólag kézzel lehet megcsinálni, és csak azokat a részeket kell bekenjük a zsírral, amelyek nem eléggé zsírosak. Questo è uno dei lavori che noi facciamo e ovviamente una volta che questo lavoro è stato fatto il prosciutto matura per controllare se è pronto noi andiamo proprio a sentire il profumo e l'aroma dei prosciutti. Ez az olyan munka, amit ők maguk kézzel végeznek minden egyes alkalommal, amikor megérkezik a nyersanyag, és a hosszú-hosszú hónapok alatt ugye jönnek és folyamatosan ellenőrzik majd, hogy elkészült-e és megérett már el a sonka. És lássunk is hozzá a főzéshez. Alessandro, che cosa prepami oggi? Ho una bella sorpresa per te, Flora. Meglepetéssel készült, Alessandro. Eccolo qua. Che bello, stupendo, csodálatos. Questo è un prosciutto San Daniele, stagionato 24 mesi. Igazi San Danielei prosciutto, amit 24 hónapig érleltek. Che buon odore, nagyon finom illata is van. E che cosa faremo di questo qui? Faremo un piatto tipico friulano composto da crumpli, patate, formaggio montasio, lo andremo a condire con del burro, della cipolla e poi useremo anche il San Daniele per arricchirlo un pochino. Most pedig elkészítünk egy igazi friuli étel különlegességet, a frico friulanot, aminek az alapvető hozzávalója a krumpli, a sajt, a montázió sajtot használjuk, vagy hagyma, és ugye hát az kimaradhatatlan prosciutto, a sonka. Igen. Facciamo, che cosa faccio, che cosa ti aiuto? Allora, mit segíthetek? Passami la cipolla, la puliamo. Sì, e io nel frattempo? Guarda, nel frattempo possiamo iniziare. Con questo? Sì. Ez a frico friulano, ez egy igazi észak-olaszország étel különlegesség, ami a szegények eredele volt, hiszen minden belekerült, amit a kamrában találtak. Bármilyenféle sajtból lehet készíteni, mi pedig ezt a montázió sajtot fogjuk használni. Ma allora questo è un antipasto, ez egy előétel? Come piatto nasce come piatto unico. Era un piatto molto ricco della cucina, diciamo, povera italiana. Ugye az olasz hagyományos étkezés az rendkívül sok fogásból áll. Van az antipasti az előétel, a primi piatti az első fogás, ami a tradicionálisan a tészta. Perfetto. Secondi piatti, nel frattempo ti taglio il prosciutto. Secondi piatti, ami a főételek, és ezután jön a legjobb rész, a desszertek, a gyümölcs, a kávé, nem, a desszertek, a gyümölcs, a grappa és a kávé.
Most pedig a Frico Friulano-nak egy enyhébb, lájtosabb változatát fogjuk elkészíteni. Ma Alessandro, tu da dove vieni, da quando cucina, onnan érkezel? Beh, sono più di 20 anni ormai che cucino e che mi occupo di ristorazione. Vengo da Ferrara, che è un paese dell'Emilia Romagna. Alessandro Ferrarából érkezik, és most már több mint 20 éve, hogy főzéssel foglalkozik, 20 éve, hogy szakács. Ma non è, non sei che tanto vecchio, cioè, 20 anni, sono più della metà della... Ho iniziato giovane. Hiszen elég fiatal, úgyhogy a 20 év az elég hosszúnak tűnik, mert nagyon fiatalon kezdte. Andiamo a mettere un po' di burro nella padella, mentre si scalda finiamo di perché tagliare. Perché quel burro? Perché è una ricetta del nord Italia e nel nord Italia usavano molto più burro che olio. Érdekes, l'olio fa parte del centro-sud. A legtöbb ételt azt olajjal, extra szűz olívaolajjal szoktuk elkészíteni, viszont most ez vajjal készül. Alessandro azt mondta, hogy azért, mert hogy éjszakon inkább a vajat használták, mint sem az olajat. Mi most előételként készítjük el, de akár főételként is lehet fogyasztani. Come si fa? Allora, partiamo. Tehát... Con la cipolla. Beletesszük a hagymát. Ma questo è quantità insufficienti per 2-3 persone. Diciamo che noi adesso facciamo vedere per una persona. Dopodiché dipende... Una persona? Sì, certo. Mindezt a sok hozzávalót elvileg egy emberre való adaghoz készítjük, de szerintem ez elég lesz 2-3-nak is. Guarda, mi tieni mescolata la cipolla? Sì. E tu invece nel frattempo? Intanto preparo la decorazione per finire il piatto. Látszik, hogy Alessandro profi szakács, hiszen addig, amíg megpirul a hagyma, elkészíti a dekorációt, ami a tálalást fogja még szebbé tenni. E che cosa si aggiunge? Aggiungiamo il prosciutto. Úgy látom, hogy egészen magas hőfokon készül ez az étel. Scusa un attimo. Andiamo a mescolare bene. Facile per te. Dopo ti insegno, non ti preoccupare. Szeretném megtanulni ezt a dobálást is, hiszen a palacsintán túl én más nem igazán tudok dobálni. Questa era allora la decorazione. Quella lo usiamo solo come decorazione. Ez, amit előttem van, ez is montázió sajtból készült, a dekoráció egyik fontos hozzávalója. Lereszelte Alessandro a montázió sajtot, és sütőben megolvasztotta néhány perc alatt. Eddig beletettük a hagymát, a sonkát, a főtt krumplit és a sajtot. Dopo le patate puoi aggiungere tutti gli ingredienti. Bármilyen zöldséget hozzátehetünk, és akkor olyan sorrendben kell beletenni őket a serpenyőbe, hogy hagyma, sonka, krumpli, a zöldségek és a sajt. Tehát a sajt az mindig az utolsó. Allora, Flora, adesso è arrivato il momento di girarla. Ujjaj, most jön a kritikus momentum, ahol meg kell fordítsuk a Frico Friulanot. Io finisco di preparare... Sì, che faccio? Vuoi provare a girarmela tu? Io? Ajajaj. Non ti preoccupare, vai tranquilla. A mesterszakács rám bízta azt, hogy cerchiamo di andare da sotto e puoi girarla. Ma sicuramente cadrà, guarda, ma most szétesik. Come lo faccio? Vai. Vai, perfetto. Così, perfetto. Adesso gli ridiamo la forma. Così. Még az a szerencsé, hogy nem gond, hogyha szétesik, mert hogy gyorsan fel tudja venni újra az eredeti formáját. Non sono ancora brava. Szépen lassan tanulok. Sei stata bravissima. Perfetto. Adesso aspettiamo che faccia... Che buon odore. Milyen nagyon finom illata van, ahogy a sajt megolvadt. Aspettiamo che faccia la crosta. Perfetto. És megvárjuk, amíg alul is kicsit megpirul, és aztán már kész is a tálalás. Noi ci andiamo a preparare il piatto. Pensavo di fare una cosa così, mettere le nostre saldine. Oh, ma che artista che sei, micsoda művésszel van dolgom. De jól néz ki. Ha valaki meglepetés reggelit akar készíteni, akkor talán. Nézzük csak a tálalást. Andiamo a metterlo sul nostro piatto di portata. Possiamo anche dividerlo già in due parti, per fare più commensali. Mivel ez két személyes adag, ezért rögtön ketté is választjuk. Stupendo! Hú, de szép! Éppen, hogy vorrei assaggiare, alig várom, megkóstolhassuk. Eccolo qui. Stupendo! E finiamo solo per dargli un po' di colore di verde con un po' di prezzemolo fresco. És az utolsó... Ok. Utolsó momentum a friss petrezselyem. Buonissimo odore. Grazie. Frico Friulano. Frico Friulano. Tehát a Frico Friulano, amit annyira egyszerű elkészíteni, mint egy rántottát, úgyhogy még a férfiaknak is biztos megy. Vuoi assaggiarlo, Flora? Amiben van krumpli, sajt, sonka és hagyma. De hát hozzárakhatunk bármiféle zöldséget is. Úgyhogy most alig várom, hogy megkóstoljuk. Assaggiamo? Perfetto. Aspetta che qua, no? Sì. È venuto ottimo. Ottimo. Nagyon finoman kihozza az ízeket a fekete bors, úgyhogy én teszek is rá még egy kicsit.
Adesso aggiungerò. Vuoi anche tu? No, grazie. Per me tu va no? bene così. Ideale. Veramente buono. Grazie, Paolo. Certo, mi hai aiutato. C'è cosa in lettina fino, ma adesso andrò a usare il pesce che tetta. Csontdarabbal fogjuk megnézni egy lónak a csontdarabjával azt, hogy milyen az illata. Megnézzünk kettőt is, egy fiatalabbat, illetve egy idősebbet, és megnézzük, mi a különbség. Próbáljam! A lónak a csontja tele van kis pórusokkal, és ahogy bedugjuk a sonkába, így magába szívja a sonkának az aromáját, illatát, amit gyorsan megszagolunk, és akkor el tudjuk dönteni, hogy hol tart a sonka érlelése. Beletűzzük a sonka közepébe, kihúzzuk, és megszagoljuk. Olyan illata van, mintha már egy felvágott sonka lenne. Most megnézzük, hogy milyen az, az a sonka, ami már megérett, ami már akár a boltba is kerül. Prava. Onnan tudjuk, hogy ez egy igazi olasz disznóból készült, olasz tengeri sóval érlelt San Daniele prosciutto, hogy ezt ráégetik az érlelés végén. Ez a védjegye annak, hogy innen érkezik a sonka. Adesso non ci resta che assaggiarlo. És most már csak az van hátra, hogy megkóstoljuk. Úgyhogy menjünk. Grazie. Andiamo. Andiamo. Kaptam egy ilyen kötényt, mert hogy felszereteljük a sonkát, és meg is kóstoljuk. Ez a gép egy történelmi darab, hiszen ez a hagyományokat és a hagyományos mechanikát őrző szeletelőgép, ami a sonka szeletelőgépek Ferrari-ja. Mivel kézzel szeretelünk, az a célunk, hogy minél vékonyabb legyen ez a szelet, hogy a szánkban elolvadjon, amikor azt megesszük. Ez egy olyan sonka, ami nem zsíros, egy kicsi kell, hogy rajta legyen, hogy minél édesebb és minél zamatosabb legyen az íze, és most én is kipróbálom. Dai un bel colpo, più forte. Benissimo, più veloce. Egész erősen kell. Ok. Che faticoso, egész fárasztó, hiszen beleakad a sonkába a szeletelőgép, és egészen erősen kell tekerni. Assaggiamo. Ok. Quindici mesi, vero? Sì. 15 hónapig érlelt csonka. Molto buono. Bene. Grazie per tutto. È stato un vero piacere. È stato un piacere per me. Ci vediamo la prossima volta. Ezután az isteni Frico Friulano utáni még egy picit éhes maradtam, úgyhogy nézzük, mi lesz a következő fogás. Che cosa sarà il prossimo piatto? Prepariamo un bel piatto di pasta con delle taglioline all'uovo, del prosciutto San Daniele. È una crema di latte che faremo con del parmigiano. Hiszen az olasz ételek közül a pasta nem hiányozhat, úgyhogy most mi is tésztát fogunk készíteni sonkával és tejszínnel. Allora questa mi sembra essere una variazione della carbonara. Úgy tűnik nekem ez, mintha a carbonara tésztának egy variációja lenne. Nem, nem. No, no, con la carbonara non c'entra niente. Manca l'uovo, non c'è il pecorino. È proprio un piatto tipico friulano. Mivel nem teszünk bele tojást, ezért egyáltalán nem olyan, mint a carbonara, de ez is egy északi étel különlegesség. Va bene, allora come cominciamo? Mi csináljunk először? Saliamo l'acqua, dove cuoceremo la pasta. Sì, tehát meg kell sózzuk a vizet, amiben aztán a tésztát fogjuk megfőzni. Perfetto. Poi prendiamo fuori lo San Daniele. És az előre felvágott prosciutto, aminek most annyira érdekes, hogy ennyi sokféle ételt lehet készíteni az egyszerű sonkából. Pedig én úgy tudom, hogy az olaszok legjobban bruschettán és grissinin szeretik enni, ugye? Vero? Igen. Prosciutto è migliore sul pane, così com'è? Naturale. Io intanto... Così, come lo faccio? A listarelle sottili. Sottili. Proteggiti le dita con la mano, okay, così. Esatto. Io. Tehát, kiszeretekre kell vágnom a sonkát. Io intanto vado a mettere un po' di burro, dove metteremo il prosciutto. E San Daniele. Amíg Alessandro megolvasztja a vajat, hiszen akkor ez is egy északi étel, anche questo è un piatto nordico, vero? Sì, sì. Az extra szűz oliva olaj helyett vajat használunk, úgyhogy ebből lehet tudni, hogy ez egy észak-olaszországi recept. Addig, amíg az egyik serpenyőben a sonkát készítjük elő, addig a másikban a krém készül, ami, ha jól látom, tejszín, és aztán hozzáadjuk a parmezán, de basta. Esatto. Tehát csak tejszín és parmezán. Sì. Ci serve, abbiamo due porzioni di tagliolina da fare. Ok. Adesso lo rosoliamo per bene, fino a quando non è bello lucido. Tehát addig is, amíg a sonkánk szépen megpirul, addig Alessandro, dimmi qualcosa, da dove, cioè, che cosa sai in ungherese? Mit tudsz magyarul?
In ungherese, avendo una bambina piccola che parla molto bene ungherese, ed è molto vivace. Ah. E allora ho imparato a dirgli micinasa. Alessandro, qua egy kislánya, aki eléggé életvidám, úgyhogy ezért a szókincse is magyarban erre korlátozódik, mint a micinász. Micinasa, gyere apához. Gyere apához. Kikapsz. Ah, kikapsz, ma sono delle cose brutte. Ma no, è per tenerla un po' calma, ecco. És hát ugye otthon olaszul is és magyarul is beszélnek a feleségével. E tu? Come mai parli così bene l'italiano? Én pedig azért beszélek ilyen jól olaszul, mert most már Itáliában élek 7 éve, 7 anni che vivo in Italia. 7 anni? Sì, più o meno. Sempre a Roma, poi a Milano, adesso in Sud Italia. Adesso Rómában, Milánóban és most pedig lent Napoli mellett, dove la cucina è santa, ahol a főzés, sütés a szent. Ok, adesso la panna sta incominciando a bollire, perciò andiamo ad aggiungere il nostro parmigiano per dargli cremosità e sapore. Quanto lo aggiungi? Finché non diventa cremoso già? Esatto, esatto. Ma 4 cucchiai per un bicchiere di panna sono più che sufficienti. Tehát egy 4 kanál parmezánt adunk hozzá egy kis pohárnyi tejszínhez, ami szépen most krémmé is alakul. A tésztát pedig csak az utolsó pillanatban fogjuk beletenni a vízbe, hiszen házilag készült tészta, úgyhogy alig 2-3 perc kell neki. Vabbè, ma questo una volta me lo devi insegnare, sì. Egyszer majd erre meg kell tanítani. Assolutamente sì. Dobbiamo essere preparati che sporcherò tutto. Sì, esatto. Felkészülünk, hogy mindent össze fogok kenni, de majd ezt meg fogod tanítani. Ok, col prosciutto ci siamo quasi. Prendiamo un po' di prosciutto che ce lo teniamo dopo per la decorazione. Ok. Così. Hát egy kevés prosciuttot, egy kevés sonkát félretettünk a dekorációnak, hiszen Alessandro egy szakács, úgyhogy erre is odafigyel. Adesso poi... andiamo con la pasta. Qua? Sì. Uno, due, due porzioni. Két adagra valóban. Sono belle abbondanti. Eddig oda tettünk egy kis tejszín parmezánnal, amit megforraltunk, hogy nagyon szép krémes lett. Itt pedig egy kis vajban pirítjuk a sonkánkat, a San Daniele sonkánkat. Olasz konyhában rettenetesen sokféle tésztát ismerünk, a pennét, a pappardellét, a tajolinit, a tortellónit, és így tovább. Szerintem nincs a világon még egy olyan nyelv, aminek ennyi szava van a különböző tésztafajtákra. Ez a legtipikusabb tészta, amit ehhez az ételkülönlegességhez használhatunk, de elkészíthető bármilyen másikkal is. És most megyünk, megkérdezzük a helyieket, hogy mit tudnak San Danieléről és a sonkáról. Ciao ragazzi! Ciao! Posso disturbarvi? Siete d'acqua? Certamente. Szerencsénk van, mint helyiek. Úr is azt mondja, hogy itt a környékben sok sonkagyár foglalkozik ezzel, ahol a sonkát minimum egy évig érlelik. Prosciutto che è Mi másért lenne híres San Daniele, hanem a sonkájáért. Io sono qui da poco, lo mangio con i grissini e con il pane. A kenyérrel és a grissinivel legfinomabb, sós kekszel, hiszen az akkor kiegészíti az ízvilágot. Ha választani kell, akkor is a San Daniele sonkát teszik, mert hogy sokkal édesebb, mint a többi. Pizza con qualche fettina di prosciutto sopra, che viene messo crudo. Most pedig a pizzát is úgy eszi, hogy rátették a nyers sonkát, és azzal sütötték meg, úgyhogy ez lesz most a vacsora. Questa sarà la cena, vero? Sì, sì. C'è un libro, hanno fatto un libro con sorte. Egy egész nagy könyv van az összes receptről, amit a sonkával, a San Daniele sonkával készítenek. Con sorte del prosciutto di San Daniele, ha fatto un libro con tutto le ricette. A helyi sonkások, sonkagyárosok álltak össze, és raktak össze egy egészen vastag receptkönyvet az összes elkészíthető étellel. Júniusban még a sonkának fesztivált is tartanak itt a helyiek, ünnepet. És solito sono un 300.000 persone che vengono. Nagyjából egy 300.000 ember jelenik meg azokban a napokban itt San Danielében, hogy a sonkát ünnepeljék. 3 napon keresztül az egész város tele van sonkával, kiakasztják, mindenhol kóstolják, és az egész város San Daniele a sonkáról szól. Allora ci vediamo a giugno? Certo. Találkozunk júniusban. Grazie, arrivederci, ciao. Ciao, ciao, ciao. És már kész is az al dente, hiszen a tészta az olasz konyhában al dente, azaz nem teljesen puhára főzzük, hanem egy kicsit meghagyjuk, hogy a belseje keményebb maradjon. Érdekes, hogy nem leszűrtük a tésztát, és aztán én úgy csináltam volna, hogy a serpenyőben teszem hozzá a sonkát, hanem a tésztát tettük át a sonkához. Gondolom azért, mert már volt hozzá egy kis szaft. Abbiamo messo la pasta qui al prosciutto perché c'era già un po' di
di sapore? O perché esatto. Non abbiamo fatto... No, no, è perché andiamo a insaporire la pasta, gli ultimi secondi di cottura li andiamo a saporire con... E sono logica, azt mondja, hogy most ízesítjük a tésztát. Ecco, vedi, si è formata questa cremina qui. È già bel cremoso. Esatto, noi cercavamo proprio questo. Ma most is egészen szép krémes, siamo pronti... tehát, hogy elpárogott ez a víz. E siamo pronti per impiattare. Ah, már is kész vagyunk arra, hogy tálaljunk. Come si fa? Allora, mettiamo il piatto qua. Se tu mi puoi prendere un po' di timo, che profumiamo la pasta, così è perfetta. Ah, már csak egy kis kakukkfű kell hozzá, hogy megadjuk az utolsó finom illatot és ízvilágot. Megyek és hozom. Quanto ti serve? Ma poco, un paio di rametti. Kevés, egy, kettő, három darab. Che buon odore, mi sta finom illata van ennek is. Ecco, me ne metti un po' dentro nella pasta. Così, piccoli? Guarda. Un rametto, così. Questo lo teniamo per la decorazione. Aha. Vuoi che prendo un altro? No, no, perfetto, va bene così. Tehát egy igazán kicsi kakukkfüvet teszünk hozzá, amit frissen tettünk hozzá, úgyhogy az illata is teljesen más. Un po' della nostra crema di panna e parmigiano sul fondo del piatto. Perché sul fondo del piatto? Miért a tányérba tesszük, és miért nem a tésztára? Perché è più bello da presentare e poi il commensale. Il commensale. E poi andiamo a fare la nostra porzione. Che complicazione, vero? No, è facilissimo, guarda. Cina, porzione. Perfetto. Un po' di prosciutto. E poi la nostra fogliolina. És még egy kis prosciutto. E poi un altro po' di crema sopra. És az utolsó momentumként ráteszik a szószt és egy kis borsot. Vuoi provare a farne una anche tu? Sì, sì, sì. Adesso aspetta. Li senti i profumi? Sì, ma ogni ingrediente, minden hozzávalónak külön érezni az illatát. Quello è l'importante della cucina. A borsnak, a sajtnak, è proprio bellissimo. Nagyon szép illatcsokor. Facciam ki uno? Vai, cinate. Cinate? Adesso tocca a me, ma sajtom a sor. Lo voglio esattamente così. Certo, ugyanilyen azért nem lesz Alessandro, de azért megpróbálhatjuk. Allora dovevo aggiungere a quella. Allora, la nostra crema sul fondo. Igen, egy kis... Un paio di cucchiai, va benissimo. Tejszínes sajtkréma az aljára. Perfetto. Aztán egy kis tészta. Ok, con il nostro mestolo. Hai fatto così? Sì, te ne vai a mettere un pochino dentro. Così? Perfetto. Aspetta. E poi arrotoli. Beletettem, és mint egy, na persze. Brava. Profi? No, no, bravissima. Ugyes. Ugyes, grazie, grazie. Così? Sì, perfetto. Così lo metto qui okay, di mezzo. Ok, lo accompagni. Igen. Bravissima, lo fai scendere. Így. A wow. Kis porzium. It's perfect. És okay. Aztán... E poi andiamo a finire con il nostro prosciutto. Igen, prosciutto. Il nostro rametto di timo. A kakukkfüvemet. Cerco di essere più brava possibile. Amennyire lehet. Un po' di crema sopra. Próbálom leutánozni Alessandrot. Ok. Szerintem egyértelműen látszik, mit csináltam én. De ő egy... Fantastico. Guarda. Ah, non c'è problema. És tényleg az utolsó momentum, az utolsó mozzanat, a frissen örölt fekete bors. Tadám! Stupendo! Brava. Adesso assaggiamo, no? Most már csak az maradt, hát megkóstoljuk. È la migliore parte, eh? Ez a legjobb rész. Almeno per me. Non lo so tu come sei fatto. Jaj. Oppala. Vado? Vai. Buon appetito. Questa pasta è stupenda. Ah, è fatta in casa. Házilag készült tésztánál nincs is finom, annyira omlós és annyira finom. Szerintem hozzáadhattunk volna még egy kis kakukkfüvet. De azt mondja Alessandro, hogy van igaza is van, hogy utólag is ezt lehet pótolni. Tehát ez egy nagyon egyszerű étel volt, ez is. Használtunk hozzá egy kis szandaliel sonkát, tejszínt, parmezánt és házi tésztát. Tutto qua. És kész un is pochino van. Di timo per profumare e un po' di pepe nero. A fűszerek pedig a kakukkfű volt és a fekete bors. Ideale. Köszönjük szépen, hogy velük tartottak erre az olasz kis gasztrokalandra. Jövő héten is elkészítünk két tradicionális ételt, és ellátogatunk Itáliába is. Várjuk Önöket! Arrivederci! Ciao tutti! Ajajaj! Mamma mia! A műsor támogatta Batis Corner.